és sajnos kínlom nélkül kell felvegyem ezt a részt, mert ugye mint láttátok az előbbos részben, nyaral, és hát azért kell legyen valami gameplay fönn a csatornán, amit az egy hétig vagy pár napig, ami kínlom nincs, vagy távol van, és gondoltam, más lehetne, mint a WoW. Hát gondoltam palámat, és hát most ez az új karé, mert igazából megvettem a, és előrendeltem a Warlords of Draenort, és ugye jár hozzá egy level 90-es karakter boost. Meg gondoltam, level 90-es palát felboostolok, és elkezdem szépen gerdemet csinálgatni. Ez így is lett, de még elég sok a Tesco-t cucc, tehát így sok kezdés az, de vannak azért jó cuccok is itt azért, szenvedünk el. Azon gondolkodtam, hogy megkérdezem tőletek, hogy mi legyen, mert nem akarok belefogni egy raidbe. Én nem akarom túl hosszú ezt a videót, ez csak egy olyan kezdetleges lenne, hogy ti mit hogy gondolok, hogy szoktak lenni naponta ilyen challenge, nem is challenge, csak igazából ilyen bónuszok, amiket tudtok kapni repúra, és kaptok ilyen pontot. Meg ha esetleg segítség kell, mount, vagy bármi, szívesen megcsomasztóval, csak nem tudtam konkrétan, hogy miről is szeretnétek tudni valamit, vagy tudok esetleg segíteni, vagy bármi. Épp ezért gondoltam, hogy akkor most ez a videó legyen inkább ilyen szakmázgatós, pénzszerzéses rész. Ha ti is bemeltök. Én konkrétan akartam kezdeni húzni az engineer-es szakmát, meg is mondom, hogy miért, mert nekem sokat játszottam third serveren, és nekem sok palám volt, és volt hozzá egy nagyon jó makro. És a makrohoz meg kellett egy fullos engineer szakma, ami azért szolgált, hogy igazából PvP-zni, mert volt egy olyan képességem, hogy ha tudtam makrozni csomó képességet, már itt is pont van egy makro, most mutatom. Makro. Én úgy szoktam betenni ezeket a dolgokat, hogy szárny, judgment. Ugye most csomó képesség lett a panak, amiről eddig nem is tudtam, mert eredetileg nem játszottam túl sokat, tehát én nagy körülményben nem volt. De most így kezdünk kitapasztalgatni a dolgokat elég rendesen, úgyhogy nagyon fasza. Bár mondjuk ezt nem tudtam, hogy nem húz ki az ilyen dolgom, ez régebben azt tudta, hogy kihoz a lefogyaszt valaki, vagy valami, akkor ki tudott hozni belőle, mindegy, nem is ezt akartam mondani. Úgy volt a képességem, hogy jött egy ilyen robbanás a földön, és elnyomatta a szárnyat a képességet, és kb. Egy ilyen klottos két hit volt. Konkrétan duál, és nem is voltam full szettes, tehát nem most volt rajtam a full PvP-szett, tehát elég OP. Meg jól lehet vele pénzt keresni, például a motorokat, meg az ilyen dolgokat be lehet, amíg még nagyon kezdetleges, tehát még tegnap kezdtem el húzni, ja, tegnap előtt, amikor ráértem, tehát így, ja, ennyi. De mindegy, igazából akkor szakmálás lenne ennyit igazából, mert nem akarom mutatni titeket, hogy melyik azt keresem itt a miningos cuccokat, és onnan meg átcraftolom a engineer-es cuccokhoz, tehát nem az így, talán nincs. Elkezdem a nyomásuk lesz, szerintem egy izét, egy Skynero-t és egy dungeon-t, és akkor, ja, az úgy jó is lesz. Na, a pont be is hívott, fasza. Jó, ezt utálom, mint a szar, ez szar. Na, ezt megaszontam, gyerekek. Mellesleg ez a vovozgatós dolog is, tehát ez az együtt játszós, de ez csak annyi gond van, hogy te is látjátok, mikor nincs fent videó napokig. Ez azért van, mert egyszerűen nem tudunk leülni Kingdommal együtt, mert mindenkinek mindig valami dolga van. És félrejönjétek, fontos a channel, meg minden, de vannak azért fontos dolgok, és azért valamire oda kell figyelni, és szívesen játszanánk veletek, de amikor van szó, hogy természetesen szólunk nektek és tudunk együtt játszani, de látjátok, amikor nincs videó is, és az azért van, mert nem tudtunk felvenni videót is, akkor nem tudunk veletek úgy játszani. Tehát vannak ilyen egyéb kis problémák, de amikor ráérünk, az biztos szólni fogunk, hogy kiírjuk Facebook oldalra, vagy YouTube-on jelezzük nektek, és együtt lehet nyomatni a dolgokat. Tehát erről igazából csak ennyit akartam mondani a többieknek, mert sokan írtátok már, hogy jó lenne együtt játszani, meg ilyenek, meg vegyünk fel Skype-on titeket, oké, rendben, de jelezni fogjuk nektek, amikor tudunk együtt játszani, vagy ilyesmi. Egyébként ezek a Skynero-k, vagy nem is tudom, hogy hívjam őket, ezek úgy csinálták meg ezeket a bandáriás helyeket, questeket, hogy vannak ilyen Skynero-k hozzák, amik ilyen történek. Tehát például ez most a troll király, ha jól tudom, hogy ez a troll király, és megbízta Garrosh, ugye Trollnak a fia, az új hordás király, hogy nem tudom pontosan, mert nem csináltam még ezt a questet, csak hallottam róla, és hát ennyit tudok én is. Hogy megbízta valamivel, és ugye közben kiderült, hogy hába most meg fogják ölni a Bolgint, ahol a troll királyt, és most ugye oda megyünk, és hát ide kiébe a hordás király Garrosh, és most meg fogja ölni az egyik szolgálni, és most meglátja a hordás, hogy mi lesz, nem lőm le a poént. Mert este rohadt jó kis kaszt ez a sámán, vagy sámán, retri palaik, és a paladin. Inkább olyan jó palát, mert imádom a retrit, de az a PvP-re nem sűrű használni. Mert is PvE-re, mert PvE-n igazából fokozottam használni, meg nem
healer-sen az inkább jobban szeretem talán egy ilyen megfelelőt, hogy ilyen 25 emberre ide ide nem volt. Figyelek a vizékre is, sokszor ráfasztam, mert mindig folytatom ezt is, és csak PvP-re kell, mert igazából jól van, de tankon is járt, még volt alti rajta az aggrót, de nem akarok tankolni. Szóval a talentre se tudok mit mondani, mert ez is ilyen fejből kipattan talent, tehát kinek mi. Leafeim igazából még nincsenek, mondjuk goldomat is elköltöttem meg ilyenek, és egyébként a mountokat, ha érdekelnek titeket, csináltok ilyen mountos videót is, ilyen mount tutoriálos videót, hogy tudjátok megszerezni, hogy tudjátok beszerezni. Én is az elmúlt napokban jöttem rá ezekre a dolgokra, megmutattam meg ilyenek, és gondoltam, hogy megosztom veletek is, ha van kedvetek hozzá. Build of Choice-i. Rugó. Mindjárt a pofáját. Mert itt érdekel, hogy mi ez a szert rajtam, reforzsoltat van. Azt megtaláljátok, megtaláljátok az institució elementek, és rögtönbe mentek, ott vannak a ilyen dolgok, akik tudjátok venni, mondom, Valor, ilyen Justice Pointer. Justice, az is. Ilyen botternek tudjátok venni, igazán olcsóan, könnyen ki lehet szedni. De ez csak paladinok mi. Tehát tudom, hogy egy Holy Retriever van, az ilyenki paladin, minden kasznak van, hogy ilyen nagyon rögtön kis tűnik. Halljunk. Meg ez az újítás itt fönt a palának, hogy régebben ez nem volt itt még, azt hiszem ez a kataklizmával jött, vagy a fel kataklizmával jött úr Luxon. Régebben nem így volt, mert ha feltöltődik, akkor tudom elhasználni a Divine Stormomat, és úgy tudok magam healelni nagyobbokat, bár mondjuk ezt úgy talenteltem, hogy ez ugye nektek máshogy néz ki, mert a talent függő, mert igazából nagyon adtam egy gyors illemet, amit így összegyűjtük az E-T-nyolatni, de van a harmadikat, amin gondolkozok, hogy át fog talentelni, hogyha jó sorrendben vagyom van a rotát, akkor el tudom mondani instant illemet, van mint a gyorsabban is az első, hogy tudom mondani rajtam. Mellesleg ez a sorozat is a Robosos Kingdommal is, azon gondolkoztam, hogy beújítanak fejlődést szokat, de Kingdom miatt nem szeretném, mert úgy, hogy neki nincsen 90-es karaktere, de ő is meg fog elenni azt lenni a Warlords-os kieget előrendben, és akkor lesz egy 90-es karakter hozzá neki is. És én nagyon tervezek egy live-ot fogom magad szinten, tehát akiket érdekelnek, hogy nagyon szívesen is jelenik Kingdommal, meg ezt a kis emberi, nagyon szívesen live-oznak. Hát mondjuk ezt egy kicsit elrontottuk, hogy Hunter kezdetén meg Warrior, akkor jó lett volna egy Monk-tank és egy... Jó lett volna egy Monk-tank és egy Monk-healer párosítás, azért biztos, hogy jobb lett volna, már biztos pandálja, akkor jöttetek. És ugye... Jó, és Warrior-től is... Jó, hogy évek azért választunk. Az engineer szakma is az nagyon jó. Fokfele motoros jár, repülő munkat, meg ilyeneket, tehát nagyon nagy érdés, és ezek el lehet adni jó pénzért. Meg nem tudom ez a raideken, ez a, ugye, hogy esnek a cuccok, hogy most DPS-e esnek, vagy nem tudom igazából, csak szerencse. Mert ezek a munkak, például bemész egy 25-ös raide, és alig van egy ilyen 500-as itemre, de azért az munkak. Le tudsz menni, de nem esik semmit, és az elég bosszantól lemész egy nap mondjuk egy 6x25 perces izébe, raidre, és egyszerűen nem kap semmilyen cuccot, a Smoth Thieves benne jót. Egyébként nekem már megvan az összes, tehát már így nyomtam a Siege of Orkiumet is, meg ezeket is, tehát tudom milyenek, elég komolyak azért. Aki eljött irány, azt ajánlom próbálja ki és nevetek fel, mert igazán nagyon megéri. Először úgy voltam ezzel az egésszel, ez az egész érzéssel, hogy fullon álmos, meg minden egyszerűen nem volt hozzá türelmem, mert lementem készül újnába, és esküszöm meguntam. Aztán kaptam egy-két cuccot, estek a jó cuccok, megjött a kedvem hozzá, szakma, minden pénz jött, minden így magával, és el voltam. Csak azok nem szeretik a volt, akik nem értékel igazából az egészet, vagy nem a jó oldalát nézik az egész játékot, hanem keresik benne a hibát. Ezt nem szeretem, mert a lóhozásítottak, ezt is nagyon utálom. Ahhoz semmi köze a ez egy ingyenes játék azonnal feltük, akinek nem úgy áll anyagilag, nem tud hozni, nem tud pénzes játékkal játszani. De én hasonlítgassák össze, mert a LoL-val kevésben annyi dolgozok, mint a WoW-val. És nyilván, aki bagokat keres a játékban, nyilván fog talán nem tudnak onnan bagot kialudni, tehát ez nem működik.
lehet jelenteni, és napok múlva biztosan jelenteni fogják. Köszönöm, hogy bőven boldog bizárnak, nem csak ez egy játék, amire figyelni kell úgy jelni. Egyébként, ha itt vagytok rendben a szkénerrel, figyeljetek, mert ezekben a tutorial közben állt, akkor healer titeket. Tehát, na igen, most jön az a rész, amit mondtam. Nem, mondjuk itt tudjátok, nem tudom, hogy nem vele valami kofával. Itt le vagyok csórós oldalon, igazából volt egy 3000 goldom, csak elszöltöttem szakma, meg ilyenek, tehát azért pénzes dolgok ezek. Bár komolyan mondom, pénzre ez abszolút nem nehéz, tehát ha nyomod minden nap, lenyomod 5-6-szor ezt a Skynerolt, meg a Dungeont, meg ha a Dungeon, nem tudom mennyien tudtátok, ha lementek és megöltek egy boss-t, akkor kaptok chestless pontot minden bossonként. Tehát jobban megérjük a Skynerolt, igaz, hogy dob egy kis ládikát, amiből kaptok, bőven kaptok azért 60 chestless pontot, de jobban megéri szerintem a Dungeon. Úgyhogy ja. Meg azt jelent nektek, ha először húztok fel a karaktert, jobb érdemes egy DPS-t felhúzni, ki ismerjétek az instákat, mert egy healer például nem ismer az instákat. Nehéz egyébként, nem vagy hozzászokva a raidekhez, tehát azért igen, gyakorolni kell. Mert csak úgy random elkezdeni egyet, aztán majd lesz, ami lesz. Hát közben csinálni kéne a dolgokat, és közben nagyon pofázok. Mindegy, ez jó rész. Úgyhogy ha tervezitek, vagy szeretnétek látni, akkor efféle elsősor videót szívesen csinálok nektek. Mountosat, vagy lőznek titeket raid-e, bár amiatt félek, hogy gyári videókártya van bent a számítógépembe, és lehet néha kicsit beszaggat a raid, és nem tudom felekszak, hogy bírja a raid, tehát én nem próbáltam. De végülis meg lehet próbálni. Nagyon laggul, akkor nem teszem fel, de ha jól fut minden, egy nagyon kevés lag van, akkor azt meg ki lehet, hogy küszöbölöm, hogy elleviselhető lehessen. Mindegy, közben egy izé. Hát nem értem, én bírom tökre a trollkiált, bár ezt köcsiköt jól le is akítjuk. Na mondjuk ez azért kicsit OP egyébként. 6-szor annyi élete van. Gyere ide, hapika. Nem rabasszom, hogy nagyon jól. Kicsit téva a tauntom, de jó? Na, amikor én is tőlem. Már nagyon sebzik, ez mi? Szép, diszkap szerintem. Jó van, hát van, szóval nagyon jól lehet megjelni. Hát sajnos igazából ez rövid videókkal lesz, csak így igazából egy kis bemutat, egy kis ízlít a nagyobb szund, aztán eldöntetek, hogy mi legyen. Hogy szeretnétek. Ja, igazából gyors kisvettem a dolgokat, de ha megálltjátok ott, vagy megnézzetek kicsit jobban, 60 justice pontot, és ez amit dob, erre még én sem tudtam rájönni, micsoda. Hú, annyi szarítem. Ez azt hiszem szakmához kell, mert lehet benne venni a... Látok, ezt is megmutatom már. Még nem tudom, hogy azt ki vagyok benne, hogy kiléptettem volna. Nincs van mondani. Gyerünk. Na igen, tehát veletek őrszomozunk. Megveszem a sárkányt, őrszomozunk egyet. És... Hát bár nem tudom, még nem... Hát, jó, mindig elmegy, ez azért nézek ki valahogy, de ezeket sűrűsen le kell cserélnem, mert ez így nem állapot. Jó, mondjuk nincs két hetes a karakter, tehát így... Így is jól haladok szerintem, főleg én 2-3 órákat tudok maximum játszani. 2-3 napon, úgyhogy ez egész elfogadható. Ez a jó zene, ez kikészít. Mindegy, igazából ez a... Nem, most nem. Tehát itt van az Alisoknak a 90-es helye, és igen, aki nem tudta volna, ez itt a PvP, a level 90-es PvP szeteket itt tudja kiszedni, honor pontért, és itt vannak a PvE cuccok, itt van ez a sisak, nem tudom mennyire látható, kiteszem majd a térképet, itt van az a bűn, ott tudjátok kiszedni a PvE szettet a karaktereteknek. És azt ajánlom mindenkinek, hogyha repuzik, és nem jön az, hogy repuzik, inkább repuzzon, többet, hogy minden extra által legyen, nagyon sok mondat lehet megszerezni, és nagyon jó sok cucc van, itt meg lehet így szerezni, hogy repuztok. Hát igazából ez a videó nagyon röviden ennyi lett volna.
remélem tetszett a videó. Dobjatok rá egy lájkot, iratkozzatok be a csatornára, kezdek tőlünk Askefemen, és hát akkor sziasztok! Hát ez ilyen jó kezdeni. De jó. Ah, és az még jó. Igen. Ajaj, most a területet töltögél vissza már.